Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Megemlíteném azt, hogy az irodában készítem a felvételeket, az ablak nyitva van, nagyon-nagyon szeles az idő, és ez a szél, mondhatnám viharos szél, így az ajtót is így ütögeti, úgyhogy nem olyan csendes, és valószínű hallható a felvételen, de remélem nem zavar benneteket. Itt Mallorcán szeptemberben nagyon hűvös volt, ami nem jellemző tulajdonképpen, mert szeptemberben még nyárias szokott lenni az idő, de ez évben beköszöntött az ősz, sokat esett, hűvös volt. Most így napközben kisüt a nap, kicsit melegebb van, de nagyon szeles az idő. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata középen van, mégpedig itt felül és alul. A kutya jelentheti a házi állatokat, kutyát vagy cicát, de jelenti a hűséget is, hogy ő hűséges hozzád, vagy vannak bizonyos tervei, és ebben megállapodott hűséges ezekhez a gondolatokhoz. Amit a kutya esetleg még jelenthet, ez a baráti kör, és a ház az otthonára utal, lehet, hogy a barátok meglátogatják őt, vagy vannak tervei, amit szeretne kiépíteni, és hűséges ezekhez a gondolatokhoz, vagy a ház jelentheti a te otthonodat, és szeretne meglátogatni téged, vagy ki akar építeni valamit. Lehet, hogy veled együtt. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Ő áll a középpontban, és elvárja azt, hogy mások észrevegyék őt. Megvan a gyógyító erő, vagy beteg volt valaki a családban, és itt a virágcsokor jelenti a szerencsét, a gyógyulást, esetleg ő volt beteg, az is lehet, hogy betegítette valami, vagy ezen a területen dolgozik, mint orvos például, és itt a virágcsokor jelenti a lehetőségeket, hogy megkapja az elismerést. Amit a fa még jelentett, ez a természet, ami esetleg erőt ad számára, vagy jelentheti a türelmét, hiszen egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik, és tudja azt, hogy amíg megvalósítja a terveit, ez is idő kérdése. És a virágcsokor jelentheti az ő jó ízlését, vagy azt, hogy ő téged szépnek lát, vagy meg akar szépíteni valamit, vagy jönni fog, és megajándékoz téged. Hogy mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható. Itt a park jelenti a nyilvánosságot, felvállal téged a nyilvánosságot, vagy találkoztok a nyilvánosságon, vagy megkapod te is az elismerést. Útban van hozzád, és tervezi veled együtt a jövőt, ahol minden kivirágzik, és a csillagok szerencsét hoznak. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. A gyermek jelenteti természetesen a gyermekeket is, de néha a fiatalos kisugárzást, a gyógyító erőt, ez olyan, mint egy újjászületés, vagy a gyermek jelenthet egy új irányt, egy új kezdetet. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat és érzelmeket, vagy itt látható a gyermeknél az ártatlanság, itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Amit a lilium virág még jelenthet, és ezt
kihat a párkapcsolatra, ezek a szexuális témák, tehát ez is foglalkoztatja őt. Itt kap egy levelet, vagy ő ír neked, ami szerencsét hoz. A levél lehet egy bizonyos szerződés is. Például, ha egészségügyi területen dolgozik, vagy eddig betegítette valami a munkahelyén, akkor a gyermek jelent egy új kezdetet, és a levél lehet egy munkahelyi szerződés is. Itt az utak jelentik a döntéseket, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Azt is jelenthetik az utak, hogy útban van hozzád, mert meg akar látogatni téged, sőt a ház az lehet a te otthonod is, esetleg egy közös otthon tervezése. Itt a kasza el tud vágni bizonyos dolgokat, például egy betegséget, vagy félelmeket. Amit a kasza még jelent, egy bizonyos helyzet, amire nem számítasz, ami a hirtelen jön. Lehet, hogy meglep téged, meglátogat, amire nem számítottál. Az ő jelenlegi helyzete. A koporsó az lehet egy örökösödési ügy is, de jelentheti azt, hogy bizonyos dolgokat ő most lezár. És akkor lesz egy új irány, egy új kezdet. A te jelenlegi helyzeted. A hold jelenti az érzelmeidet, az álmaidat, a vágyaidat. Megvan a lehetőség, hogy ez megvalósuljon. És itt középen van a magyar kártya. Amit a férjem készített. Itt betűkről van szó, meg a régi írásmódról, az úgynevezett rovás írásról. A ny betű jelenik itt meg, és most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelenthet. Például Nyíregyháza, vagy nyár, vagy nyugdíjas, vagy nyuszi. Bizonyára vannak nevek is, ami ezzel a betűvel kezdődik, de nekem nem jutott eszembe semmi. A régi írásmód itt van középen, ez olyan, mint egy fordított D betű, de szimbolikusan jelentheti azt, hogy itt van az egyenes út, az életutad, és itt van egy kanyar, vagy valaki így közeledik hozzád. Hogy számodra mit jelent ez a betű, vagy a régi írásmód, ezt leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! Ez egy általános kivetés volt, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam 4000 forint minden jóslásnál. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. A múltkor kérdezte valaki a kommentárban, hogy mi a különbség a mi általunk ismert asztrológia és a védikus asztrológia között. De ezt röviden azért elmagyaráznám. A különbség a precesszióból adódik. És ez a precesszión azt jelenti, hogy a mi naprendszerünk is mozog. Van ez a platónikus év, vagy platónikus hónap, és egy ilyen platónikus hónap körülbelül 2000 évig tart, egy platónikus év az 26000 évig. És ha a mi naprendszerünk az egyik hónapból átmegy a másikba, akkor megváltozik
Ez a tavaszi pont, illetve az asztronómiai év kezdete, tehát elcsúszik. Néhány évvel ezelőtt az még a bika jegyében volt. Utána áttért a kos jegyébe, mert ellenkező irányba mozog. És jelenleg már nem a kos jegyében van, hanem a halak jegyében ez a pont. És ezt a mozgást, ezt figyelembe veszik a védikus asztrológusok. És a nyugati asztrológusok, tehát a mi általunk ismert asztrológiánál még mindig úgy van kiszámítva, hogy mintha ez a pont a kos jegyében lenne. Viszont a bolygók nem ott vannak, ahogy a horoszkóp mutatja, hanem a bolygók másutt vannak. Körülbelül 23 fokot kell visszafele számítani, hogyha valakit érdekel, hogy hol van a nap, hol van a hold, vagy hol vannak a bolygók. Tehát én emiatt áttértem a védikus asztrológiára, és tudom azt, hogy a horoszkópban lévő bolygók állása, vagy a nap, a hold állása az ugyanaz, ahogy a természetben van, ahol tényleg az égen látható, nincs különbség. Tehát visszatérve a jóslásra, egy jóslás 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10.000 forint. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!